Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk egybe itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban az évközi idő 14. vasárnapján, hogy küldetést vegyünk át az Úr Jézustól, az emberekhez vigyük az evangéliumot, szavunk és életpéldánk segítsen megismerni Krisztust a világban. Mindnyájatokat nagy szeretettel köszöntelek ezen a napon, a Szent Mise kezdetén jelenlévő gazdagréti testvéreimet, és mindazokat, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódnak be az eukarisztia ünneplésébe. Ezt a Szent Misét az adakozó kérése és szándéka szerint elhunyt Hók Gyula testvérünk lelki üdvéért ajánljuk fel, aki 3 esztendeje távozott az örök hazába, és most lenne 90 esztendős. Imáinkba foglaljuk emlékezéssel a 19 évvel ezelőtt elhunyt édesanyját, akinek 2 barátnője megtéréséért is kértek imát, és a 2 évvel ezelőtt elhunyt Szente András testvérünk lelki üdvéért is imádsággal kérjük az Urat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat egyeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én végtelen, én végtelen, én igen van végtelen. Kérem azért a boldogságot, minden ország létele Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érte, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön békesség, a karodnak emberek. Dicsőség a tényleg, áldunk tényleg, imádunk tényleg, áldunk tényleg.
Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget, adj szent örömet nekünk, kiket kiragadtál a bűn szolgaságából, s fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örülj, Jeruzsálem, s újongjatok ti is mind, akik szeretitek. Örüljetek és vígadjatok, akik gyászoltatok miatta. Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól, vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel, csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr, íme kiárasztom rá a békét, mint folyamot, és mint kiárat patakot a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak, és térdükön becéznek titeket. Amint az anya vígasztalja a gyermekét, úgy vígasztallak én is titeket. Jeruzsálemben leltek vígasztalást, ennek láttán örülni fog szívetek, csontjaitok, mint a fű sarjadoznak, szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik. Isten igaz Izraelének. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem a testemen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. Amen. Ez az Isten igéje.
Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, mindannyian küldetést kapunk a Jó Istentől az evangélium hirdetésére. Ezt az egyetemes küldetést fejezi ki a 72 tanítványnak a kiválasztása. Az Úr Jézus érzékelteti azt, hogy van egy sajátos apostoli közösség, mint egy folytatása az Ószövetség népének, a 12 pátriárkából kibontakozott népnek. Itt van ez a 12 alapkő, amelyekre vagy akikre Jézus ráépíti az ő egyházát, és ezt az új közösséget, az új szövetségi népet 12 ősatyára, vagyis az apostolokra alapozza. De mások is kapnak küldetést egy szélesebb körben, szélesebb körű tanítványi csoport az, akik elindulnak. Nagyon fontos a küldő szó, hogy menjetek. Mi is ismételgetjük ezt a biztató szót és ezt a figyelmeztető feladatot, hogy menjünk és szolgáljuk az embertársainkat. Amikor a Szent Mise végén elbocsátanak bennünket, akkor ez nem a hazatávozásra szóló felhívás, hanem a küldetés tudatosítására. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Vagyis a tanítvány küldötté válik, köze van a másik emberhez. A katolikus egyházunkban manapság kevésbé gyakoroljuk a személyes megszólító ige hirdetést, vagy a küldetésnek, a missziónak e fajta gyakorlását. Bizonyára minnyájan találkoztatok olyan vallás terjesztőkkel, akiknek a küldöttei az utcákon megszólítják az embereket, vagy ahogy Jézus emlékeztet erre, hogy ne járjatok házról házra, de vannak, akik így házról házra, vagy lakásról lakásra járnak, hogy bekopogtatva felhívják a figyelmet valamiféle hitre, vagy valamelyik vallásnak a követésére, vagy kifejezetten krisztusi szellemben akarnak másokat megszólítani.
A mai felfogásunk szerint ez inkább a személyes figyelemfelhívó jó példánk alapján történik, hogy megszólítjuk az embereket, az embertársainkat a mindennapi életünknek a jó példájával. Amikor valami rosszba, rossz törekvésbe nem egyezünk bele, vagy amikor az irgalmasság egyik lelki cselekedetét gyakorolva jó tanácsot adunk valakinek, a helyes útra intünk valakit. Ugyanakkor bíboros főpásztorunk megemlékezett arról, hogy 2007-ben, és azt megelőzően is, Európa nagy városaiban legalább 4 helyen volt úgynevezett városmisszió, amikor a katolikus hívek, vagy annak a különböző mozgalmaknak a csoportjai, akik vállalkoztak erre, valóban az utcákon is tartottak valamiféle igehirdetést, és vannak ilyen lelkiségi mozgalmak, amelyek megszólítanak embereket, vagy úgy, hogy betérnek hozzájuk egy bizonyos szolgáltatásra, akár egy kávézó, vagy egy más nem szórakozó hely, de egy ilyen időtöltő hely, és akkor esetleg ilyen környezetben vannak egyházi szervezetekhez kapcsolódó ilyen vendéglátó helyiségek is, és ezek is alkalmat kínálnak a megszólításra. És számtalan módja van még elindulni a világba, és felhívni a figyelmet az Úr Jézus evangéliumára. Egy dolog biztos, és ezt kell kiemelnünk a mai evangéliumból, hogy nem hallgathatunk. Az apostolok is így érezték, és amikor számon kérték őket, hogy minek és milyen alapon tanítanak, és miért hirdetik Krisztust, elmondták, hogy mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk, amit tapasztaltunk Krisztusban. Minden megkeresztelt ember küldötté válik. Nem halogathatjuk, és nem hanyagolhatjuk el ezt a megbízatásunkat, mert közünk van egymáshoz. És ennek szép képe, és ilyenkor a nyári időben, amikor éppen tegnap az úgynevezett sarlós boldogasszony ünnepét tartottuk. A múlt héten Péter Pál ünnep volt, Szent Péter és Pál apostolok főünnepe, és népünk körében ezekhez a napokhoz kapcsolódik a termény betakarítása, az aratás. Akkor talán legalább így a szívünkhöz közel álló eseményhez, amelyben tevőlegesen ugyan nem veszünk részt, kivéve azokat, akik ezzel a munkával foglalkoznak, de itt a városi emberek nyilván kevésbé érzékelik az aratás jelentőségét. Mégis a Szentírásban az Úr Jézus így jelöli meg a lelkek megnyerésének a feladatát, a termés begyűjtésének a feladatát, hogy a küldötteknek munkássá kell válniuk az aratásban. Tehát az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába. Itt az aratás képe az emberi lelkekre vonatkozik, az emberek megszólítására, hogy meghívjuk őket a mennyek országába, hogy az üdvösség közösségébe minél többen betaláljanak és éljenek ennek a lehetőségével. Ugyanakkor a bibliai képek sorában az aratás a számadásnak is a kifejezője, amikor majd az egész világ és benne mi is személyesen és sajátosan számot adunk a tetteinkről. Ahogyan Szent Pál mondja, vagy írja a Galatákhoz írt levelében, hogy ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk.
És tudjuk jól, hogy a végidők megrajzolásában is majd jönnek az angyalok, és aratnak, és a mennyek országában is a learatott termést kiválogatják, a jó termést, majd félreteszik jobb helyre, és a gyomnövényeket elégetik. De most ebben a sajátos értelemben beszél Jézus az aratnivalóról, hogy az embereket meg kell mentenünk, segítenünk kell abban, hogy a mennyek országába, vagyis az Úr Jézus megismerésére, a krisztusi lelkület és életmód kialakítására rátaláljanak. Mi mindnyájan tehát a 72 tanítvány közé tartozunk tág értelemben, mert keresztségünk révén megbízást kaptunk arra, hogy a mennyek országát hirdessük, és hívjuk az embereket, hogy az Úrnak minél nagyobb termése legyen az őt szeretők és követők közösségében. Ez természetesen óriási nagy feladat, mert egyszer számon kérik majd tőlünk, hogy hány lelket tudtunk megmenteni az üdvösségre. Tekintsünk körbe, környezetünkben, hogy hol lehetne az aratnivalókkal foglalkozni, és ugyanakkor gondoljunk a személyes számadásunkra is, hogy mások üdvösségét munkálva egyúttal a saját üdvösségünkről is számot fogunk adni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egyikben, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Isten. Született, de nem teremtmény, az Atyával egyéni, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, mert testesült a Szentlélek erejéből, Szűzmájától és emberről lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztet a szentelették, kínhalász a nevedet és feltemették. A harmadnak feltámadott a világos közelé, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de onnan eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Urulóba és őketőbe, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavában, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli egyszentegyházban. Hallom az egy keresztségre, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kiáltsunk testvéreim Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat. Kiáltunk Szent Atyánkat, Ferenc pápát, a püspökök testületét és a papságot, hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen szeretetben gyakorolják. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd, Urunk, azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják embertársaik javát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcs nevelés tudományát, a gyermekeknek pedig az engedelmes szeretetet szüleik iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyatottak el ne veszítsék gondviselésedbe vetett bizalmukat. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add meg, Urunk, hogy Gyula testvérünket, akiért a Szent Misét bemutatjuk, viszont láthassuk örök országodban. Kérünk, Urunk Istenünk, Te az igénytelen egyszerűséget és a bárányok szelídségét kívánod meg tanítványaittól. Önzésre hajló szívünkbe önst az áldozatkész szeretet kegyelmét, hogy ez készítse fel a világot szent fiad befogadására, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk és az egész anyaszent egyháza vár. Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által, a te örök igédő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséged vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret,
hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott hirdetjük, és hittel vagyunk feltámadásodat. Amíg el. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Gyula szolgádról, akit 3 évvel ezelőtt magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, a 19 év elhunyt édesanyjáról, 2 év elhunyt András testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg ígérben mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadítsunk meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békességünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom magam neked, befogadlak téged a szívembe. Kérlek, küldd el szent lelkedet és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a te erőddel bármire képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem Istentől való bennem. Amen. Thank you.
testvéreim, most gondolunk azokra a testvéreinkre, akik otthonaikban ünneplik az eukarisztiát és kapcsolódnak be mostani szentmisénkbe. A lelki áldozás imája töltse be szívük vágyát és meghívását az Úr Jézus látogatására. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkem befogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően szoktuk megtartani az úgynevezett Péter fillérek gyűjtését az apostoli szentszék javára. Ez országos gyűjtés katolikus templomainkban, és ez a mai vasárnapon esedékes, így tehát majd az egyházmegyei központba továbbítjuk a mai persei adományokat az apostoli szentszék javára. A nyári miserend szerint továbbra is tartunk vasárnaponként, 3:49-kor csendes szentmisét. Ezek most jellegüket tekintve nem gyermekmisék, de az időpont és a szentmisének a rövidsége, hogy így mondjam, ez hasonló a gyermekmiséhez. Ez csendes szentmise tehát, akik programjukat jobban tudják úgy megtervezni, hogy ezt veszik igénybe, továbbra is megvan erre a lehetőség. Holnap távol leszek a plébániától, kedves barátomat, Hügedi Antal atyát fogom fölkeresni, és igyekszem magammal hozni ide néhány napra, a jövő hétre, és ezért reggel a szentmisét a szomszéd atya fogja bemutatni, Verőcei Gábor, farkasréti plébános atya, reggel 8 órakor a szokott időben. A Zsolozsma a televíziós közvetítésben felvételről lesz. Ismét útnak indul a Szent Rafael kegyhely látogató zarándok klub Rétvári Sándor tanár úr vezetésével. Szombaton, július 9-én nemzeti kegyhelyünkre a Mátraverebély Szent Kuti Nagyboldogasszony bazilikába látogat el a zarándok csoport. Az utazásnak, illetve a zarándoklatnak időpontjai részletes ismertetője az angyal szóban megtalálható, éppen úgy a honlapon is, a Szent Angyalok honlapon. Július 17-ére a Szent Gábriel Irodalmi Klub is programot szervez, délután 5 órakor, Kulturális Barangolás a Balaton körül címmel. Erre a felolvasásra és a találkozóra július 10-ig lehet jelentkezni. Az első áldozási fényképekről, amelyeket még egy héten át le lehet tölteni, még tájékozódhatunk a honlapon, illetve a tanúszodának a plébániai kedvezményes használatáról is olvashatunk a hírlevélben, a szomszédos tanúszodáról van szó, amely most a nyári melegben igen közkedvelt hely a pihenésre. Örömmel jelzem, hogy ma a szentmise után ismét 3 gyermeket fogok megkeresztelni, úgy mint az előző vasárnapon. Így tehát Anya Szent Egyházunknak a lelki születései is folyamatban vannak továbbra is, és örvendetes ez a tény számunkra. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra,
mind a mai szép vasárnapra, mint pedig a további tanúságtevő küldetésetekre, hiszen ma megerősödtünk abban az ismeretben és tudatunkban, hogy mi is küldöttek vagyunk, a Jóisten tegyen bátorrá és következetes hitvallókká bennünket a keresztény értékeink továbbadásában. Jelenlévő gazdagréti testvéreimbe, az Apostol Televízió és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt a Jóisten áldását kérem. Az Úr legyen veletek, és a felelkedtel. Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket, Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen Szent Mikály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátánnak esedezve kérjük, parancsoljunk és Jézusom szent szíve, reméletünk bizon benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, reméletünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögjetek. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,